Peti, köszöntelek itt a hangfoglaláson. Mennyire jó érzés, vagy mennyire jó dolog itt demózni a Rolandnak? Hát a Rolandnak demózni mindig is nagyszerű dolog volt. Én évek óta csinálom ezt, most már meg se tudom mondani, hogy mióta, de olyan 7-8 biztos. A hangfoglaláson azért jó demózni, sokkal szakmaibb a közönség, mint egy ilyen általános, akármilyen más kiállításon. De régen voltunk a BMW-n, meg mit tudom én, ahol nem feltétlenül a hangszerek miatt jöttek ki az emberek, tudod? Hanem minden más miatt. És nekik demózni furcsább volt, mert mindenki sokkal butábban nézett, de ide, ugye miután szépen be van időrendben, fel van írva, hogy ki mikor milyen hangszert demózik, már csak azok jönnek, akiket igazán érdekel, meg úgy szakmabeliek, tehát ez így sokkal jobb. Meg előbb nem is félnek be olyan sokan, hogy elnézem, nem? Igen, hát egy 30-40 ember azért be tud préselődni, ha akar. De amikor én játszom, mindig 50-en vannak. Otthon milyen Roland cuccaid vannak egyébként, a pólót kivéve? V-szint, régi grooveboxok, MC909, 808 is volt, mert ezeket így általában adogatom, veszegetem, de ami standard darab, az a V-szint, Juno, Phantom, ezek a kalapács mechanika miatt, meg ilyesmi. De a V-szint az egy olyan örök darab igazából, annyira speciális, mind a hangkeltése, mind a user interface-e, hogy az szerintem nagyon sokáig lesz a stúdiónkban. Oké, kim vagy most már régóta egyébként? Minden nap volt, amit demózni, persze, meg körbejártam így nagyjából az egészet. Hogy tetszik a hangfoglalás idén? Nekem minden évben tetszik, idén is természetesen. Azért különösen, mert most van ilyen demó kabinunk, eddig ugye fejhallgatós demókat csináltunk. Ez jobb, ez a demó kabin, valamivel olyan szabadabban lehet csinálni a dolgot. Én azt tudom, hogy, és hát úgy tudtam, hogy csak a rockerek tudnak totálisan megörülni, és elveszteni teljesen a fonalat. Úgy hallottam valakitől, hogy egy közelebbi kapcsolatba kerültél egy viszkis üveggel, és nem a szájadon. Volt egy ilyen történet, készült rólam egy fénykép is, nem raktuk fel az internetre, csak azért, mert nem a számba volt. Köszönöm. Köszönöm.